felújított kilátó, túrapont és látogatóközpont várja a kikapcsolódni vágyókat a Torna megyei Tamásiban. A Tamási Város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése elnevezésű TOP projekt keretében mintegy 500 millió forintból valósult meg egy komplex fejlesztés három helyszínen. A program záró eseményén Porga Ferenc, a település polgármestere mondott köszöntő beszédet. Én azt gondolom, hogy a utóbbi 10 évben a termálfürdő, új termálfürdő építése után a második legjelentősebb turisztikai projekt a város életében. Igazából három helyszínről beszélhetünk, az egyik emblematikus helyszín pedig itt a Miklósvári parkerdőben, az újonnan épült látogatóközpont előtt vagyunk. Azt hiszem, hogy ennek a projektnek a lényegét kellene összefoglalnom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a város meglévő adottságaira épül. Ezek a meglévő adottságok közül talán a legfontosabb és a legszembetűnőbb az, hogy Tamási nagyon szép zöld környezetben, tehát kitűnő természeti adottságokkal rendelkező település. Azt hiszem ezzel talán ki is emelkedik a megye vagy a térség települései közül. Kihasználva valósulhatott meg a beruházás, hiszen a természet és az épített környezet szorosan kapcsolódik egymáshoz. A mostani miklósvári parkerdő mellett, ami egy népszerű kirándulóhely egyébként itt a városban élők és a városlakók számára, mellette a régi Várhegy, amit a tamásiak Fenyvesnek neveznek, a másik projekt helyszínünk, a kilátó és a környéke, illetve milyen fontos természeti adottságunk maga a termálvíz és az erre épülő gyógyvízzel rendelkező Tamási termálfürdő. Ez mellett, tehát a természeti adottságuk mellett azt gondolom, hogy ennek a projektnek a fontos célja az is volt, hogy olyan turisztikai attrakciókat hozzon létre, amely idáig irányítja nem csak az itt élő, hanem a térségben, illetve a távolabb élő, érdeklődő embereknek a figyelmét. Tehát megpróbáltunk minden helyszínen ilyen attrakciókkal, ilyen projektelemekkel előállni. Ez a most elkészült ökoturisztikai látogatóközpontban, azaz a Dámpontban is tetten érhető. Az épület természetes anyagok felhasználásával készült, egyrészt, hogy minél kisebb legyen a beruházás ökológiai lábnyoma, másrészt azért, hogy természetes módon illeszkedjen környezetébe. A létesítményben található kiállítás a 21. század igényei szerint készült. A látogatók számos interaktív, digitális eszköz segítségével ismerkedhetnek meg a térségben fontos vadászati kultúrával, a város és a környék természeti és történeti értékeivel. Nem csak a várost mutatjuk be, hanem egy picit térségben gondolkodunk. Tamási és térségéhez 32 település tartozik. Itt a látogatóközpont kiállító termében bemutatjuk a tamási környéki települések természeti, kulturális értékeit, épített örökségét. Fontosnak tartom, hogy ezt élményszerűen tesszük, tehát egy kicsit más szemüvegen keresztül. Ennek az új látogató központ kiállító terme, ez nem egy hagyományos múzeum, hanem megpróbáltuk érdekesen, színesen bemutatni a meglévő dolgainkat, értékeinket. Első számú célcsoportunk a gyerekek és a fiatalok és a családok, őket szeretnénk megszólítani ezekkel az attrakciókkal. A látogatóközpont kiállító termében is, és az említett Fenyves kilátó és környékén is, hisz itt a Fenyves kilátó és környékén egy élményparkot, egy családi parkot hoztunk létre. Egy régi vaskilátót öltöztettünk be gyakorlatilag, és mellette pedig olyan játékok, pihenőhelyek, információs dolgok, táblák találhatók, amelyek az odakirándulók számára érdekesek lehetnek.
A fenyvesben lévő közel 50 éves 13 méter magas kilátó is teljesen megújult, azonban a kilátó környékére is figyeltek a pályázat során. Mindenhol különböző attrakciók, akár játékos feladatok várják a túrázókat. A régi kilátót körbeölelik az akáctörzsek, ezáltal organikus részévé vált a környezetének. Ezen kívül hinták, pihenőhelyek és interaktív élményösvények várják a kikapcsolódni vágyókat. Ezt a helyszínt már egy éve látogathatják az érdeklődők. A három helyszínt egy túraúttal kötöttük össze. Ennek a túraútnak az első állomása, a projekt egyik eleme, az úgynevezett túrapont épülete. Ez közvetlenül a fürdőhöz kapcsolódik. Itt Turinform iroda mellett egy vendéglátóipari egység is, tehát egy kis büfé is található, és innen a strand mellől, a fürdő mellől gyakorlatilag az említett Fenyvesen, Várhegyen, kilátón, családi élményparkon keresztül egy zöld környezetben el lehet jutni idáig a látogató központig, ami, hogyha látják a nézők, ez nem egy mindennapi épület, tehát én azt gondolom, hogy országos szinten is egyedülálló, és már most mondhatom talán nagy képviség nélkül, hogy a város egyik szimbóluma, hisz itt a Miklósváron a parkerdő kapujában a természet és az épített örökségnek a szimbolikus megjelenítése. Ez az épület nagyjából arról szól, amit mi gondolunk erről a projektről, amit mi gondolunk a városról, és amit egy kicsit mi gondolunk magunkról is. A három éves projekt eredeti célkitűzései közül mind maradéktalanul megvalósult, sőt a beruházásoknál jóval több. Számtalan élményben részesültek azok, akik végigkísérték a projekt rendezvényeit is. Ez a területi operatív program keretében, tehát topos pályázatból valósult meg, 458 millió forint támogatást kapott a város. A teljes projekt összege 472 millió forint volt, tehát a különbséget a város mint önerőt tette hozzá a beruházáshoz. Az előkészítési munkálatok azok 2000 tervezési szinten 2017 végén indultak, és hát most 2020. október végén kerül sor a zárórendezvényre, és néhány nap múlva, egy-két hét múlva pedig az érdeklődők számára is nyilvános lesz a látogatóközpont, hisz a túrapont már részben működik, a fenyves kilátó pedig már több mint egy éve látogatható. A három beruházást egységes rendszerbe foglalja a túraútvonal kijelölés. Az útvonal nem csak összeköti az épületeket, hanem azt végigjárva a testi-lelki felfrissülésben lehet része a turistáknak. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.